Szeretnék túlesni a legnehezebb részén a mai napnak, hogy évente összegyűlünk, hogy emlékezzünk egy dicső személyre, egy dicsőkorra, és ez csupa derű szokott lenni, de egy éve velünk volt még Rádai Mihály, aki behozta a köztudatba Podmaninszkit, aki megalapította a Podmaninszki díjat, akinek köszönhető, mi itt vagyunk. És tegnap jött a hír, hogy meghalt Csaka Viktória, aki nekünk több évtizedes városvédő társunk volt, egy kedélyes, végtelenül szorgalmas, okos teremtés. Kezdjük abba, hogy most egy persze, megállunk némán és emlékezünk mindenkire, akit elvesztettünk ebbe az évbe. Itt a mai emlék ünnepségünkön pedig akkor az első beszédre a Surányi Andrást, a Budapesti Városvédő Egyesület elnökét kérni meg. Podmaninszki Frigyest jöttünk itt összeünnepelni, mint két évtizede már évente, de idén még egy születésnap került a megünneplendők közé. Feri már fölvezette, örökös tiszteletben beli elnökünké, Mihály, aki 9 nappal ezelőtt töltötte volna be a 80-at, amit úgy szeretett volna. Ő itt ehelyett felhívta volna figyelmünket újra Podmaninszki eminens munkásságára, és arra az ő nevéhez fűződő tézisre, hogy mit sem ér nagyot és hasznosat alkotni, építeni, ha nem vagyunk képesek azt gondozni és fenntartani. Szóval Podmaninszki már feltalálta a fenntarthatóság igényét. A kockásbárót méltatom itt, aki nem tudom, hogy mindannyian tudjátok-e, de attól lett kockásbáró, hogy elég rossz sora volt egy ideig, családi problémák voltak, öccse elherdálta a vagyont, és minden szerencsétlenség zsimborasszonyaként, még a garderóbját is ellopták. És akkor határozta el, hogy vesz egy nagy mintájú kockás anyagot, amiből varrat magának egy ruhát, amit, hogyha netán véletlenül megint ellopnak, akkor mindenki tudni fogja, hogy az Podmaninszkié. Podmaninszki persze nem városvédő volt, maximum a város szeretője, vagy Krudi még szecessziósabb rajongása szerint Budapest vőlegénye. Konkrétabban a fővárosi közmunkatanács kvázi elnöke volt, és mint ilyen egy grémiumé, melynek tárgyi, később inkább elméleti elnöke, a mindenkori miniszterelnök volt, aki igenis igényt tartott saját ideáinak a hiánytalan megvalósítására. Erre remek eszköz szolgáltatott az FKT központi döntőszerve, melynek 10 tagját a kormány delegálta, és a biztos céloptimalizálás véget a 3 város, Óbuda, Buda és Pest összesen csak 9-et. Podmaninszki ádász csatákat vívott a municipialistákkal, akik hangosan sérelmezték az állam elhatalmasodását a pest-budai, majd budapesti polgári önkormányzattal szemben. Mi szeretjük Podmaninszkit sok minden más miatt. Először is, mert semmilyen mutyiba nem keveredett, semmilyen önhasznú projektet nem preferált, és bár nem urbanistának született, de képes volt azzá válni mindenki megelégedésére. 7 évvel halála után Berczi Kárpát mondott róla egy emlékbeszédet a Tudományos Akadémián, aminek egyébként tagja volt. Podmaninszki sohasem találta örömét a csillogásban, sohasem nyomott el másokat, sőt, hallgatott a helyes tanácsokra, és szóhoz engedett másokat is.
azért állt meg becsülettel minden alkalmazásban, és hagyott maga után maradandó, hálás emléket. Hálásabbat, mint sok úgynevezett zseniális ember szokott hátrahagyni, aki többet rombolt, mint épített. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Podmanicki díjasok, a Rádai Mihály Város és Faluvédő Szövetség nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Egy évfordulóhoz érkeztünk el. 1982-ben, pont 40 évvel ezelőtt alapítatott a Podmanicki díj. Erről szeretnék szólni néhány szót. Díjak azok mindig jönnek, mennek, eltűnnek, újak keletkeznek. Hogy létezik az, hogy ez a díj 40 esztendőt átélt? 40 esztendőn keresztül minden évben megkapták az arra érdemes emberek ezt a díjat. Egyetlen egy oka van. Nem számított soha, hogy ki milyen színű, milyen hovatartozású, milyen vallású. Egyetlen egy dolog számított csak, hogy mit tesz a környezetében az épített és a természeti értékekért, mit tesz Podmanicki Frigyes szellemében, és hogyan szervezi maga köré azt a csoportot, amelyikkel már mint közösség tudott tenni a környezetéért. Miért különösen értékes az elmúlt 40 esztendő Podmanicki díjai? Hiszen ezt a díjat is Mihály alapította, és ezeken a díjakon, amit itt valamennyien Önök megkaptak, ezeken mindegyiken szerepel a Mihály aláírása. Ez egy nagyon értékes dokumentum, amit örökké meg kell őriznünk. Az idén 10 Podmanicki díjas várományos fogja megkapni a díjat Kiskunhalason az országos találkozónkon, már a Mihály aláírása nélkül, de az ő szellemében és változatlanul fenntartva azt, hogy egy ilyen díjat csak az érdemel, aki a legtöbbet teszi a környezetének értékeiért. Én nagyon tartalmas, jó együttlétet kívánok a mai nap folyamán, és érezzék magukat jól. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves belvárosiak! Öröm és megtiszteltetés számomra a mai alkalom az, hogy Önökkel együtt ünnepelhetem Podmanicki Frigyes 198. születésnapját. Évről évre, amikor itt találkozunk, hogy megemlékezzünk a kiváló politikusunkról, írónkról, városújítónkról, köszönetet és hálát érzek. Egyrészt köszönettel tartozunk a Budapesti Városvédő Egyesületnek, akik időt, energiát nem kímélve, szívbéli elkötelezettséggel dolgoznak azért, hogy ez az életút ne csupán egy arc nélküli történet maradjon a magyar történelem lapjai között, és akikkel közösen minden évben itt együtt koszorúzunk. Ugyanakkor hálás is vagyok, hiszen azt látom, hogy belvárosnak fontos az emlékezés, és hogy összetartó közösségként közösen tudunk itt ünnepelni. Tavaly abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy személyesen köszönhettem a megemlékezők körében Rádai Mihály, Budapesti Városvédő Egyesület akkori elnökét, aki sajnos azóta eltávozott köreinkből. Belváros és a belvárosiak nevében ezúton is szeretném megköszönni neki mindazt az életen át tartó munkát, amelyet közösségünkért, a fővárosért, illetve az egész országunkért végzett. A megemlékező ünnepségek közel állnak hozzám, hiszen ezek mindig kiváló alkalmat nyújtanak arra, hogy felidézzük történelmünket, példaképeinket és kulturális, morális értékeinket. A mai napon beszélhetnék arról, hogy Podmanicki Frigyes, mint huszárkapitány, hogyan küzdött a szabadságunkért, vagy ahogyan, mint író, megírta például az Alföldi Vadászok Tanyája című regény. De nekünk, belvárosiaknak, budapestieknek
mégiscsak mindazzal a kiemelkedő tevékenységgel áll leginkább a szívünkhöz, amelyet a városunk érdekében végzett. Az ő munkássága alatt készült el a főváros rendezési terve, ekkor épültek ki a körutak, a sugárutak, a Dunai rakpart, és három Dunahíd is ekkor épült meg. Annyira szerette a fővárosunkat, hogy azt beszélték róla, szinte sosem hagyta el Budapestet, mondván még nyaralni is itt lehet a legjobban. Podmanicki Frigyes életpályáját mindvégig a tenni akarás jellemezte. Ezért a megemlékezés mellett leginkább a tetteinkkel tudunk adózni munkássága előtt. A belvárosban sétálva pedig azt gondolom, hogy folyamatosan sikerül méltó módon tisztelegni emléke előtt. Köztéri fejlesztéseink során minden alkalommal az a legfontosabb célunk, hogy az a közösséget szolgálja, hogy a felújítások, átalakítások során a belváros otthonosabb, biztonságosabb, esztétikusabb és inspirálóbb környezetté váljon. Számunkra, belvárosiak számára a múlt értékeinek, csodáinak megőrzése egy olyan kihívás, amelyre örömmel, felelősségteljesen és a legjobb tudásunk szerint válaszolunk. Azt gondolom, hogy ha Pepita báró ma köztünk lenne, akkor örömteli meghatottsággal látná, hogy álma valóra vált. Mi, belvárosiak, budapestiek, mérhetetlen köszönettel tartozunk azért, hogy Podmanicki Frigyes mert nagyot álmodni, és félelmet, megalkuvást nem ismerve, küzdött álmai megvalósításáért. Mi ebben kell kövessük őt, ezt kell megtanulnunk tőle. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. No, hát akkor itt a nagy megmentőnek és nagy építőnek a emléktábláját koszorúzzuk meg. Akkor elsőként a belváros. Válasszon egy akasztót. Bármennyi. Budapesti Városvédő Egyesület, Baliga Kornél hídvégi illetem, itt alelnöke. Város és Faluvédők Országos Szövetség immár Rádai Mihály nevével jelentett. A Város és Faluvédő Alapítvány kuratóriuma. Uram, igen. Nincsen napzat, úgyhogy... Mikoszorúkra leskorolták a drótot. Az akasztók. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy ide fáradt, köszönöm a beszédeket.